Ja? Ja, ja, sok lesz, ha sok nem. Gyertek ide, és itt is van egy kis hely még, jó? Ideig lehet jön. Meg vagyunk? Nem a szót. Hát a szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a kis AMD rendezvényen. Ádámmal beszéltük, hogy nem gyakran jövünk ide, úgyhogy örülünk, hogy itt vagyunk. A célja ennek a kis rendezvénynek, ti lesztek az elsők tulajdonképpen a világon, akik kipróbálhatják az RX Vegát élőben. Két rendszeren lehet majd játszani. Az egyik egy FreeSync rendszer, a másik pedig egy G-Sync rendszer. Nem mondjuk el melyik-melyik. Ha minden jól megy, nem fogjátok tudni megmondani melyik-melyik. És a lényeg az az, hogy a G-Sync rendszerért körülbelül 300 dollárt többet kell majd, hogy kifizessetek, ha egy ilyen rendszerben gondolkodtok. Viszont ugyanazt a játékélményt fogják nyújtani. Túl sok információt nem fog tudni még ezen felül elmondani, mert még embargó alatt van. Két hét múlva fogjuk bemutatni a terméket. Viszont mindenki, aki kipróbálja ezeket a rendszereket, kap egy pólót, egy ilyen faszányos megapólót, kap matricát, illetve amiket itt láttok, ezt mind ki fogjuk sorsolni. Ingyen. Ingyen fogunk sorsolni, igen. Van Ryzen procink, vannak videokártyáink, matricáink, pólók, ezt már mondtuk. Kint van Kaja Pia, itt, hát van, itt van játék. Vannak celebjeink is, hajottassam be őket, léci. Itt van a The VR, köszöntjük a sorainkban őket, jó? És szeretném megköszönni, hogy eljöttetek, mert ez jó látni, hogy ennyien érdeklődnek a termések iránt. Igen, és hát van itt még egy Asus kiállító sarok is, azt nem figyeltem, azt mondtuk. Ja, és nagyon szépen köszönöm Gyepes Máté úrnak, aki segített összeszedni ezt a rendezvényt az Asus nevében, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a segítséget. Igen, és akkor amíg itt vagytok. Igen, azzal, hogy beléptetek ide, azzal hozzájárultok ahhoz, hogy minden kép és videóanyagon rajta legyetek, hogyha ez valakinek problémát okoz, akkor jöjjön ide hozzám és aláírtam vele a jogi nyilatkozatot, jó? Nem szeretnék ebből problémát a később. És rögtön kirúgjuk. Igen, és nem próbálhatja ki, A másik, hogy van egy Instagram nyereményjátékunk, az pedig az, hogy itt bent a helyszínen belül, ugye mindenkinek, aki belép, lehetőség lesz kipróbálni ezeket a csúcsgépeket. Vega in Budapest, ezzel a hashtaggel, hogyha föltesztek egy képet, akkor a nap végén, nem számít, hogy mennyi lájkot gyűjtetek, tehát hogyha ezzel kikerül, és public ugye a profilotok, mert csak akkor tudjuk látni a hashtag szórásban nap végén, amikor megjelenik a Vega két hét múlva, akkor postázunk a nyertesnek, aki a mai napon kisorsolásra kerül, egy Vega videókártyát. Úgyhogy azt is szerintem érdemes megtapsolni ezt a dolgot. Szeretné itt valaki Vega videókártyát nyerni? Igen, na, ezt én nem hallom, ne haragudjatok. Ez mi? Ez Vincent Vega volt, ez az enyém. Nem, én hogy nem mondják, hogy akarok. Az lenne a kérés, hogy egy ilyen közösségi Vega kiáltást, jó, hogyha beszámolok, de szeretnénk hallani, nem kell én időt Vega. De ez lehet, hogy a fiúk jobban tudja. Vega, egy jó kiáltás, jó háromra. Egy, kettő, három. Vega! Na ez jó volt. Na ezt hallottak volna. No, és akkor az lesz a menetrend, hogy az első 20 embert random kiválasztjuk, és a többieket szépen sorjában beengedjük. Megkérjük a két csodálatos hostesszörnyünket, hogy fogjatok meg 20 gyereket, és hozzatok ide. Jó? Csak gyereket, felnőttek menjenek. Jó, és akkor aki nem kerül ide a gépek elé, azt megkérjük, hogy egyszer menjetek ki, egyetek igyatok, majd aztán indul az egész sor. 2, 3, 4.